egykori mázaszászvári, fúvós, úttörő zenekartól, hosszú és rögös út vezette hősünket a zsidó és keresztény zenéig. Trombita, kürt, szaxofon, klezmer, dicsőítés, jazz, széles a repertoár, de Isten jelenléte mindenhol garantált. Isten hozott, kedves Schreier Norbert! Szervusz! Szia! De örülök! Örülök, hogy találkozunk, szervusz! Én is nagyon gyere, induljunk a stúdióba! Addig ajra. Lesz pár kérdésem, és majd onnan folytatjuk fönn, ahol itt lehet abban. Rendben. Jó. Norbi, úgy tudom, hogy te Pécset végeztél gépész technikusként, de nem ez irányba folytattad az életedet. Emellett autodidakta módon fúvós hangszereken, jól mondom, kezdted képezni magad. Hogy is volt ez annó? Szászváról származom, ez egy pici bányászfalu, illetve akkor még Mázaszászvárnak hívták ezt a települést, nagy község volt. Itt volt egy úttörő zenekar, ahol nem volt szófrincs, nem volt zeneelmélet. Megtanították az alapokat az oda jelentkezőknek, és akkor megtanultunk ilyen alapszinten zenélni, megtanultunk hangszeren, kottát nagyjából el tudtuk olvasni. Ez elegendő volt ahhoz, hogy ez az úttörő zenekar jól tudjon működni. Én nagyon szerettem a fúvószenét, és jelentkeztem ebbe az úttörő zenekarba, mert ez egy úttörő zenekar volt. És trombitán kezdtem, aztán tenorkürtös lettem, ezek mind részfúvósok, de ezt tanultam. És akkor a végén én tubáztam, van egy ilyen mondás is, hogy szégyen a tubás, de hasznos. Úgyhogy én voltem a zenekar motorja, a basszusos. Igen. Adtam a basszust a zenekarban. És a 7.-8. Hetedikes koromban bejött a Hungária, ment a Limbo Hintó, bejött a Rock and Roll, hát és ott meg a szaxofon nagyon megtetszett. Úgyhogy a szüleim vásároltak nekem egy bányászenekartól leselejtezett csehszlovák szaxofont, és akkor azt kezdtem el autodidakta módon tanulni. A többi hangszert ezt tanároktól. Tanultad, igen. Engem egy picit azért érdekel, hogy ugye, hogyha valaki ilyen klasszikusabb hangszerhez nyúl, miért a fúvós, hogy ilyenkor azt nézik, hogy mekkora vitálkapacitásod a tüdőddel, mit bírsz, vagy hogy jött ez neked? Miért nem valami pengetőset, vagy vonósat, vagy miért? Hát eleve ugye Baranya, Tolna megye, azon része, ahonnan én származom, az hát ilyen sváb település, tehát ott a fúvószenekarnak nagyon komoly hagyománya van. Egyértelmű volt, hogy azokat a hangszereket próbált az ember tanulni, amit hallottam úgy is, bálokba, esküvőkön, vagy különböző, akár sramli. Tehát én élőben nem is tudom, mikor hallottam először igazi hegedűt, vagy gitárt. Nem is volt opció, nem is gondolkodtam ezen. Egyszerűen nagyon tetszett az úttörő zenekar, ahogy felálltak, ahogy megszólalt, ahogy a Pista bácsi, Somfai Pista bácsinak hívták a zenekar vezetőjét, hogy felemelt a kezét, és akkor beintett az avizót, és tehát egyszerűen annyira csoda volt nekem ez, meg mindenkinek, aki ebbe az úttörő zenekarba járt, hogy végül is ezért választottam a részfúvós hangszert, nem is volt a fejemben más. A szaxofon is, ahogy említettem neked, ez a nagy rock and roll, ahogy betört az életembe, onnantól kezdve játszott fontos szerepet. Egy nagy ugrással, nagyon érdekes dologba, nem azt mondom, hogy botlottam, ütköztem, de találkoztam, amikor ugye kicsit utánad olvasni, egy kicsit mégis megismerjem az interjúval. Wow. Igen, hogy miben van mostanában a földházakról. Mit tudnál nekem mondani, és hogy miért, hogy kerültél te ezzel kapcsolatba? Miről szól ez az egész az életedben jelenleg? Ez 2008-ban volt egy nagyon nagy törés a vállalkozásomban is, ami a gépjárműipari beszállítókat sújtotta. Tehát az első nagy gazdasági válság, amit én megéltem, az egy padlóra tette a vállalkozásomat, nagyjából engem is. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehet túlélni egy olyan katarzist, amikor semmi nincsen.
akkor elkezdtem utána olvasgatni önfenntartó gazdaságoknak, hogy lehet ezeket közösségben művelni. Hát ugye vannak rokonaim Izraelbe, amikor kimentek a háború után, aliáztak, a kibucok, hogy működtek, hogy lehet összefogni. Ugye akkor kezdtem el járni egy nagy keresztény karizmatikus gyülekezetbe, és hogy ezt hívő emberekkel, amikor megvan egy cél, hogyan lehetne megvalósítani. És ez nagyon foglalkoztatott, és akkor ennek a szegmensnek, vagy ennek a területnek egy ilyen fontos területe volt a lakóépület, és akkor elkezdtem utána olvasgatni, később pedig megkerestem tervezőmérnököket, akik földház tervezéssel foglalkoztak, hogy hogyan lehet egy épületet áram, fűtés nélkül a lehető legkisebb befektetéssel megépíteni és üzemeltetni. Tehát 2008-ban már ez nagyon foglalkoztatott, és akkor fel is kerestem ilyen településeket, ilyen közösségeket, ahol ezek már működtek, és picit később el is végeztem egy aranykorászos gazdaképzést, aztán még egy mezőgazdasági technikumot is elvégeztem, hogy nagyon foglalkoztatott ez a témakör. Aztán 2010-ben megnősültem, és akkor ez egy kicsit úgy alább hagyott, úgyhogy én mostanában a földházakkal nem foglalkozom. A 8. kerületben egy 5. emeleti lakásban lakunk, amit nagyon szeretek. Igen. Most, hogy földház vidékre kimenni, most egyelőre ez nincs tervben. Ebben az időszakban, amit említette, hogy gazdasági szempontból váltanod kellett, a zene hogy maradt meg az életedben? Gyakorlatilag akkor jött a második virágzás a zenei pályafutásomban. 2010-től az akkori gyülekezetben, ahova jártunk, bekerültem a dicséret szolgálatban. Ez egy nagyon nagy kihívás volt, és egy nagyon nagy, hát nagyon nagy örömnek éltem meg, hogy ott szolgáltak. Tehát ott egy sokkal magasabb szinten kezdtem el a zenével foglalkozni. Valahogy pont úgy álltak a csillagok hogy minden úgy nagyon összejött pozitív értelemben, úgyhogy ott egy nagyon nagy lendületet kapott a szaxofonozásom, a lelkem, a szellemem, a minden. Úgyhogy ez egy, tehát az egy, mondhatni, egy második Origó volt így a zenei pályafutásomban. 2010-ben kerültem be a szolgálatba, amikor megnősültem, tehát azután egy nagyon nagy felfelé ívelő pályát futottam be. Egészen 2010-ig amúgy zenéltél? Volt egy 2001-től 2008-ig volt egy kihagyás, amikor felköltöztünk Dunakeszire. Akkor egy teljesen új alapokra helyeztük a munkáinkat, meg a családi megélhetést, ezért már nem jártam le Baranyába. Itt fönt meg ugye nem volt kapcsolatrendszerem, úgyhogy a zenét egy darabig off voltam. És mit dolgoztál? Na, akkor viszont dolgoztam majdnem a szakmámban. Egy alkatrészgyártó cégnél helyezkedtem el, ahol félautomata hosszesztergáknak a beállítása volt a feladatom. Tehát valójában, már az előbb beszéltünk róla, hogy nem dolgoztam, de mégiscsak dolgoztam. Ha nem is sokat, talán egy fél évet a szakmámban. Ezután indítottam el a vállalkozásomat, ez munkavédelmi eszközök, üzemi higiéniai termékek kereskedelme volt, és gyakorlatilag ez a vállalkozásom a mai napig kitart, megvan. A 2008-as válság sem tudta legyűrni, tehát most már hát negyed évszázada működik. Egy kicsit akkor kezdjünk bele abba, hogy 2010-től elindult ez a újra virágzás, a második virágzásod. Ez, hogy érzed, ez mind a mai napig tart, vagy hogy élted meg ugye 2010-től? Meddig volt ez a virág, meddig volt felfelé ívelés, ha szabad ilyet mondani? Folyamatosan felfelé ívelek. Na, hát halleluja, igen. Ez a hírgeszél, igen. Vannak laposabb része is az életemnek, de most egyébként egy éven belül egy új lendületet kapott. Így a zenei szolgálatom és a zeném is, a baráti köröm, a sok minden, de
majd erről beszélgetünk, remélhetőleg, illetve nagyon szeretnék erről beszélni. Majd. Jó, meg is érkeztünk a stúdióba, én azt mondom, szálljunk ki, szuper, és akkor folytassuk. Én is nagyon köszönöm. Említetted, hogy a karriered egy éve megint vett egy újabb lendületet, egy fölfelé ívelés. Mi ez? Mire céloztál? Ó, hát igazán, hogy itt vagyok, és beszélhetek erről, ez igazán az egésznek a abja, a krótán, ez a krém, ez a legjobb. Igen. Hétvégén voltunk az Autonóm gyülekezetben azzal a zenekarral, akivel a végén fogunk majd itt muzsikálni. Uh-huh. Ott elmondtam, de dióhéjba megpróbálom összefoglalni. A szülőfalomban, amiről már meséltem neked, Szászvár, ott volt egy kis zsidó temető, amit 2 éve egy társadalmi munkában rendbe tettünk. Ennek a temetőnek az átadója, vagy tartottunk egy emléknapot, ez az elmúlt év nyarán volt, és 2018 óta az elmúlt év nyara volt a következő időpont, amikor zsidó témájú alkalmon muzsikálhattam, és ezen az alkalmon ott volt egy ismerős, akivel beszélgettünk a bonyhádi zsidó történelemről, elsétáltunk Bonyhád nevezetességet, ami zsidósághoz kötődött, megnéztük. Elmentünk egy neológ zsinagógába, Beának hívják, hetesű Beának a hölgyet, imádkoztunk, hogy a háború óta az a zsinagóga, ami üresen áll, illetve raktárnak használták, újra megteljen élettel, újra legyen valami rendezvény, vagy netán egy istentisztelet. És ennek kapcsán említettem Beának, hogy hát én zenéltem, illetve hát hallotta is, hogy zenéltem, és az ő kapcsolata révén kerültem föl Budapestre a Hunyadi téri zsinagógába, ahol Finali Gábor a rabbi, aki majd a zenekart fogja vezényelni a műsor végén. És Gáborral sokat beszélgettünk, tanácsot szerettem volna kérni tőle, hogy hogyan és miként lehetne esetleg a zsidókörökbe újra pályát találnom, és gyakorlatilag a Gábornak is van egy zenekara, beszélgettünk, és meghívott a zenekarába egy próbára, és a Gáborral együtt kezdtem el újra zenélni, és igazán ez egy nagyon nagy ívet adott így az életemnek. Keresztényként elkezdtem zsinagógába járni, nagyon, nagyon érdekes élmények és érzések jöttek fel bennem, úgyhogy nagyon szeretem a Hunyadi téri közösséget. És akkor visszatérek egy kicsit a Beára, a Bonyhádi neológ zsinagógának a látogatása során, ugye imádkoztunk azért, hogy itt legyen valami, és valamilyen csoda a révén a Bea találkozott a Gáborral és a Finali Gábor rabbival. Lehet, hogy nem mondtam, hogy rabbi, de a Finali Gábor a Hunyadi zsinagóga rabbia. Igen. És az egész Hunyadi téri hitközség lejött Bonyhádra, hogy meglegyen a 10 férfi, és egy szombatköszöntő istentiszteletet tartottunk, ott már én is muzsikáltam, és egy teltházas, örömteli ünnep volt ez a Bonyhádi zsinagógában, és igazán a Gábornak van egy ilyen törekvése, hogy ezeket a régi elhagyott zsinagógákat megtöltsük újra élettel, tehát ne a gyász, ne a holokauszt árnyékolja be ezeket az alkalmakat, hanem valóban a zsidó vallás szerinti szertartások be legyenek mutatva, kis zenével, beszélgetéssel, ahol Gábor mindig meghív keresztény személyeket, katolikus egyházból, protestáns egyházakból, evangélikus, és akkor itt mindig egy ilyen nagyon jó kis dzsambúri van, úgyhogy én most ebbe cseppentem bele, és igazán úgy érzem, hogy ez egy új lehetőség számomra is, hogy keresztényként zsidó származásom mellett tudjam segíteni az ő munkáját is, és igazán a keresztény gyülekezetek, vagy az én gyülekezetemnek is a munkáját, ugye én az Autonóm gyülekezetben járok, és rengeteg kapcsolódási pont van a zsidóság és a kereszténység között, amit én úgy érzem, hogy ebben a munkában úgy helyezett bele engem Isten, hogy hasznára leszek mindegyik közösségnek. Sher malach
beterem kor, jegyszélni rá, lehetne szák, becek szakor, hazámelek, sem onik rá. Beterem kol yetzir nivra le'et nasa behefso kol azay melech shemon nikra acharei kichlot hakol levado imloch nora hu haya vehu hove vehu yiyeh betifara don olam asher malach beterem kol yetzir nivra le'et nasa behefso kol azay melech shemon nikra acharei kichlot hakol levado imloch nora hu haya vehu hove betifara vehu haya vehu hove בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא את נעשה בחפצו כל אזי מלך אזי מלך שמו אשר מלך בטרם כל יציב נברא לעת נשא בהפצו כל אזי מלך שמו נקרא אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה דון עולם אשר מלך בטרם כל יציב נברא לעת נשא בהפצו כל אזי מלך שמו נקרא אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא הוא היה והוא הווה בתפארה még egy picit izgat, és talán mondjuk el a nézőknek, hogy ugye amikor elindult anno a karizmatikus gyülekezethez való tartozásod, szerepeltél egy együttesben, melyik volt az az együttes, hogy említsük meg ezt azért a nézőknek, mert például számomra is meghatározó volt az az együttes. Egy pár szót ejtsél erről az időszakról, hogy visszanyúlva időben. Hát több zenekarban játszottam, úgyhogy nem tudom, melyikre gondolsz. Igazán, amikor elkezdődött a szolgálatom 2010-ben Gyömbrői úton, akkor volt egy szimfonikus koncert, ahol altszaxofonon játszottam, és az volt az első alkalom, hogy altszaxofonon fújtam. Előtte egy héttel vettem, mert a zeneszerző, aki megírta ezt a régi pünkösdi dicséretet, egy altszaxofonra írta, én pedig tenoros és szoprán szaxofonos vagyok. Vettem egy altszaxofont, és nagyon jól sikerült ez a koncert, és Bayer Friderika jött oda hozzám, akit most nemrégen láttam itt a műsorodatban, és akkor gyakorlatilag egy 5-6 éven keresztül a Friderikával muzsikálhattam együtt. Mellette Pajor Tamás volt a másik, őt még a Hitrádióból ismertem, nagyon, nagyon szerettem a zenéit, nagyon szerettem a szövegeit, a verseit, és amikor Szentkirályi Gyuri zenével ezt párosult, az meg maga volt a csúcs, tehát én nagyon komoly Ámen rajongó voltam, és amikor a Pajor Tamás
adott egy lehetőséget, hogy megkért, vagy nem is tudom, hogy hogy volt, hogy esetleg játszanék-e az Ámenbe, akkor nagyon nagy örömmel mondtam igent, úgyhogy 2018-ig az Ámenben is aktívan muzsikáltam. Mellette volt még egy nagyon-nagyon üde színfoltja a szolgálatom melletti zenei életemnek, ez a Sabbath Song Klezmerben volt a Masa Tamás vezetésével, és velük is nagyon csodálatos időt töltöttem el, Anitával, meg hát több zenésszel és profi muzsikusokkal játszhattam együtt, úgyhogy igazán az életem azon részén fantasztikus zenészekkel játszhattam, az életem ezen részén pedig újra fantasztikus muzsikusokkal játszhatok együtt. Itt említeném a Kedlőházas párt, akik Ildikót és Lacit, akik így meghatározók voltak így az életemben. Tehát Fóris Attilát és Ritát és Gyafit. Hát egyszerűen ezen a keresztény vonalon annyi nagyszerű muzsikus van és tehetség van, akikkel megadatott nekem, hogy játszhattam és játszhatok. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ebben így részt vettek. Hogyan jutottál hitre? Igazán mindig hittem, tehát ez nem is volt kérdés számomra. Egyszer egy személyen keresztül eljutottam Pestre, a Folyandár utcában voltak akkor azok a nagyon nagy istentiszteletek a hídgyülekezete szervezésébe, ahol nem is azért mentem, hogy Istenről vagy bármiről halljak, nekem meg volt az Isten képem, meg volt, hogy Izrael istene, tehát bár ateista háttérből jövök, de azért otthon volt egy ilyen picike kis imakönyv, és akkor mentem a jazz tanszakra felvételizni, akkor is vittem magammal, hogy hát az segít, de rájöttem, hogy nem az segít egy felvételi. Igen, nem a babona segít. Igen, tehát a megtérésem az úgy volt, hogy ez 93 környékén volt, amikor feljöttem, a nagynéném már ide járt, és akkor megkértem, hogy hadd menjek el velük. És emlékszem, nagyon meghatározó pillanat volt, akkor kinyílt a csarnokhajta, és beléptem, és egyszerűen annyira magával ragadott az a szeretet, vagy az a feeling, ami ott bent uralkodott, hogy egyik álmulatból estem a másikba, és annyira magával ragadott az Isten tisztelet formája, a zene, azok az emberek, akik ott voltak, hogy mindenki Istenre vágyott, és látszott, hogy ők már ott kapcsolatban vannak Istennel, hogy amikor így azt mondták, hogy aki meg akar térni, az kimehet, én nekem ez nem is volt kérdés, úgyhogy én azonnal kimentem, és elmondtam a megtérőimet. Mint említettem, hát Baranyából származom, nekem volt egy ilyen hosszú kihagyás utána itt a gyülekezeti életben, és 2008-ban, amiről beszéltünk szintén, igen, az autóban, ez a gazdasági válság és egyéb problémák, amik úgy nagyon keményen sújtottak, döntöttem úgy, hogy akkor ismét hogy Isten felé fordulok, és mivel az én problémáimat nem tudtam sem én saját magam, sem mások megoldani, adtam egy lehetőséget Istennek, hogy legyen szíves és segítsen rajta. Ha már más nem volt. Ha már más nem volt, és életem legjobb döntése volt. Kipróbáltad-e magad más műfajokban, és hogyha igen, akkor melyik állt hozzád a legközebb? Gondolom, hogy a mostani az, ami a legközelebbi a szívedhez, de volt-e valami, amin elgondolkoztál még ezen kívül? Hát folyamatosan gondolkozom. Hát a jazz, azt nagyon szeretném tanulni, vannak segítségeim ebben. Nyilván ehhez is most már régebb óta vagyok fiatal, bár sosem késő nekiállni. Az még ugye a szívem csücske, hogyha több időm lenne, akkor szívesen foglalkoznék sokkal többet a jazzrel. Thank you.
Norbert! És a Szabadszon Klezmerben! Együttesekben szerepeltél, de általában a zenészekben benne van az, hogy jó értelemben szeretnék egyedül is megmutatni magukat. Szóló karrierben gondolkodtál-e? Volt egy elképzelésem, ugye a mai dicséretek vagy Istenhez való zenei kultúra az nagyon eltolódott ebbe az ausztrál-amerikai irányba. Én jobban szeretem az akusztikus hangszereket, az élő muzsikát, a gitárt, a hegedűt, a harmonikát, és 2017 környékén összehoztam egy kis zenekart, és újra gondoltunk régi pünkösdi dalokat. Itt volt hárfa, harmonika, tehát nagyon különleges volt, nem volt agyonefektezve, tehát így volt a fejemben valami, amit megmutattam másoknak is, és nagyon támogatták ezt az ötletet, hogy ez megvalósuljon. Ez, hogy eljöttünk 2018-ban az előző gyülekezetből, ez előtte már egy évvel, hogy egy kicsit látszott, hogy nem fog működni. Úgyhogy ez így félbe maradt. Aztán most az autonóm gyülekezetben volt egy segítségem, aki szponzorálta ezt, hogy ez folytatva legyen. Ez el is kezdődött, de még nem lett befejezve. Hát hiszem azt, hogy ez is meg lesz, hogy... De ezt én nem mondanám szóló karriernek, mert igazán sosem vágytam arra, hogy én nagyon nagy szólista legyek. Ezt inkább csak azért, mert vannak így a zenei életben olyan hiányok, én úgy érzem, amit be lehetne tölteni az én elképzeléseim alapján is az én zenémmel. De nem arról van szó, hogy én itt bármit is megreformáljak, vagy kiálljak zenélni, és megmutassam magam, hanem egyszerűen, hogy embereknek örömet okozni. Említetted, hogy azért az életedben voltak nehézségek. Legutolsóként mondhatni így Istenhez fordultam, mert már nem maradt más opció, úgy érezted az életedben. Tudok arról, hogy neked volt egy első házasságod, lett egy második házasságod. Hogy tudtad ezt megélni? Az első házasságom az még... Tehát a baranyai létemből indult. Igen. Aztán egy huszárvágással úgy döntöttük, hogy megpróbáljuk az életet Budapesten vagy környékén, így felköltöztünk Dunakeszire. Dani fiam 94-ben született, úgyhogy idén lesz 30 éves. Dániel, ő kint él Bécsben, ott dolgozik. A válásunk után hát volt egy ilyen nehezebb időszak, amit lehet, hogy én sem kezeltem helyesen, de hát az Úr mindent kipótolt, és kipótol is rendbe rak, úgyhogy ez a mi kapcsolatunkban is így volt. A második házasságunk 2010-ben köttetett, mint említettem, az előző gyülekezetben, és 2014-ben megszületett Lévi fiunk, aki most 11 éves lesz februárban. Úgyhogy boldog harmóniában vagyunk, leszámítva kisebb csetepatékat. Igen. Ugye hallottuk, hogy Lévinek hívják a fiadat. Hogyan kapcsolódsz a zsidó valláshoz? Mesélj nekünk erről. Pár évvel ezelőtt dr. Arnold Fruchtenbaum könyvét kezdtem el olvasni a mesiás életéről, és megdöbbentem, hogy ugye ő egy mesiás hívő rabbi. Igen. Hogy mennyivel más, hogy látják Jézus személyét zsidó szemmel zsidó keresztények. Igen. Úgyhogy elkezdtem ebbe a témakörbe kutatni, csak megerősített mindenben, amit olvastam, viszont egy nagyon nagy hiányt érzek a keresztény körökben, hogy nem jól látjuk az Ószövetséget, vagy a prófétákat, vagy a Tórát, most bárhogy is mondom. Úgyhogy a Finelli Gáboron keresztül, aki az elmúlt évben is 4-5 rendezvényt tartott a zsinagógájában a messiás személyét illető témakörben, egy nagyon jó tanítóra találtam, aki
tisztában van az evangéliummal, tisztában van Jézus tanításaival, és rengeteget lehet tőle megtanulni az Ószövetségből, ami nem a Károli Gáspár fordításából van, hanem az eredeti. És nagyon sok különbség van, nagyon sok értelmezésbeli különbség van, ami, ha ki van, én szerintem egyenlítve, akkor sokkal közelebb tudunk kerülni a Messiás személyéhez. Minden műsorban szokott jönni egy meglepetés vendég. Ez most is így van, most hallottál róla, valamennyire készülhettél is. Van egy kis bejátszás, nézzük meg, hogy mit üzen neked. El van torzítva mind a kép és a hang is. Jó lenne, ha kitalálnád, hogy ki az, de ha nem, akkor is itt van, úgyhogy nézzük meg együtt azon a monitoron, jó? Norbit én most bemutatom. Ez az én kis feladatom. Norbi fújja, ha kell, ha nem. Szíve ott van, de rendesen. Van, hogy harsány, van, hogy szelíd, úgy is tudja, hogy csendesen. Gábor rabbi dalra fakad, egy-két strófa mindig akad. Anatoli jó barátja, mindig örül, ha meglátja. Kedvence a zsidó dalok, kocsival jár, nem is gyalog. Nos, ki lehet ő? Hát, kedves Laci. Így van, úgyhogy kedves Laci, fáradj be a stúdióba, várunk szeretettel. Egyből tudtam, amikor ugye felnevettél, hogy ez könnyű lesz. Próbáltam erre. Szia! Norbi bro! Szia! Én is üdvözlöm, szeretettel. Oda kérlek, foglalj helyet. De jó. Na, ez igazán. Ez igazán jól esett, látom. Igazán jól esett. Jó. Azzal kezdeném, hogy honnan ismeritek egymást? Hova datálódik vissza ti ismeretségetek? Röviden, mert mind a ketten nagyon sokan tudtuk beszélni. Jó, röviden. Igen. A zenekarban játszom, a rendőr zenekar, ugye. Ültem az étkezőbe, és akkor Norbit már ismertem, már látásból, de járt be a szaxofonosokhoz. Melyik évet írjuk? De, nagyjából. Nem tudom, hát egy pár, 4-5 évvel ezelőtt kb. 5-6. 17. 17? 7. 7. Hát rohan az idő. Igen. És te ismertem, úgy hívták, elmondom, úgy hívták ott a szaxofonosok sokan, hogy jön be a rendes ember. Mondom, ki az a rendes ember? És a Norbi volt a rendes ember, de mondom, ez miért rendes ember egyébként, mert tényleg aranyos, meg minden, de nem ismertem. És akkor voltak ilyen, most óvatosan fogalmazok, volt egy-két kollega, aki ilyen gyöngéd antiszemita érzelmeket táplált, nem a Norbi iránt, csak tudták, hogy ő milyen gyerek, és mégis mindig olyan korrekt volt, olyan hangszereket hozott megmutatni, meg megcsinálni, meg eladni, és annyira hálásak voltak neki, hogy a rendes ember. Tehát, hogy megkapta ezt a ragadvány nevet. Szóval annak ellenére, hogy igen, származása ellenére. Na, és akkor ugrás, és ott eszegettem valamit, és bevittem otthonról egy ilyen is borsőlőt, ez itt a reklámhely. És akkor kijön a Norbinyó, azt mondja, hogy nekünk is ilyen van. És tőletek kaptuk. Na, mert úgy voltam vele, mint Mária, hogy micsoda köszöntés ez. Hogy, de mi? Hogy? Hogy? És akkor bemutatkozott, hogy ki. Úgy megörültem neki, soha nem tudtam. Hát, és hogy értetted, hogy tőletek kaptuk? Jól értettem? Igen. Hát a családunktól ők. De... Na Norbi, ez hogy volt? Egy kis kiegészítés. Hát a Laci volt a legelső testvérem, akit az autonóm gyülekezetből megismertem. Nyilván én tudtam, hogy ő oda jár, de tehát az a gyülekezet, ahol jártam, azért BPA-sokkal tartani kapcsolatot nem volt illő dolog. És egy idő után nagyon kíváncsi voltam arra, hogy a kollégái mind a Laciról úgy beszéltek, hogyha Laci nem lenne ott, már összeomlott volna a szolgálat, hogy a Laci mindent megold, és a legnagyobb szív... De nem, ez a tényleg így helye, van. Ez igen. Tényleg. És kerestem az alkalmat, hogy mikor tudnék egyszer úgy beszélni vele, amikor nincs ott senki. És akkor ott ne ült, legyenek tanúk. Ne legyenek tanúk. És ott ült bent az étkezdében. Na, mondom, most oda megyek hozzá. Bemutattam, és rejön. Na, gyere, üljél le. És akkor a sótartó, és mondom, hogy nekünk is van ott van ilyen sómalom, amit a Lacék nem nekünk, hanem még a felesége, még szüleinek egy 20 éve vettek, vagy 25. És a Lacék így mindig szóba kerültek.
nekem volt egy... Mármint mindig, amikor éppen sóztatok valamit. Hát igen, sokszor tényleg... Laci az élet sója. Laci az élet sója. És az Ildikónak volt egy dicsérete, amit annyira nem szeret, meg a Laci sem talán, mint az asszony, az ő ruhája szegélyét. És ezt nagyjából rongyosra hallgattam, amíg még fönn volt, vagy megtalálható volt a YouTube-on, és kíváncsi volt a Lacira. És a legdurvább az az volt, hogy... Hát tudjátok, van ez a keresztény mentalitás, hogy áldjon meg az Úr, és akkor így óvatosan hátralépünk kettőt, hogy nehogy bármi probléma legyen a démonokkal. Ja igen, a régi háttér. Igen. És, régen és... mondjuk a nézőknek, hogy az volt, hogy bizonyos emberek féltek attól, hogy átugranak igen, démonok igen, igen. ránk, amikor igen. fizikai kontaktba lépünk, ugye? És akkor a Laci... Amikor mondtam, hogy hát van ez a sótartó, kérdezte, hogy mi, vagy milyen család ez, és akkor hát mondom, a feleségem családja. És azt mondja, ki a te család, vagy ki a te feleséged? Igen. Hát mondom, Péter Noém, és a Laci úgy felugrott, így burult az asztal, minden, és így átölelt, hogy azonnal vedd elő a telefonodat, hol vannak a fényképek, Noémi, Karesz, Ili, és így le voltam döbben, hogy ez az ember életében nem látott engem, én bennem egy ellenségkép alakult ki, nem csak ő iránt, hanem az egész gyülekezet iránt, és ez az ember mindent fölrugva az asztalon keresztül megölelt, és átölelt, és egyszerűen nem értettem a helyzetet, és ez hozott egy ilyen fordulatot egyébként az életemben, ez volt az első olyan, amikor azt mondtam, hogy ha keresztény berkelken belül meg lehet élni azt, hogy én szeretlek, úgyhogy hogy hát akkor nekem ez kell. Úgyhogy Laci egy nagyon nagy úttörője volt annak, hogy ahol most tartok, tartok. Toda kol ma she barata, toda al ma she linatata. Al orenayim chaver oshnayim, al ma she yesh li baolam. Al shir koleach velef soleach she bizchutam ani kayam. Toda al kol ma she barata, toda al ma she li natata. Atzchok she yelet ushme hatchelet al adama uva itcham bina la shevet isha ohevet she bizchutam ani kayam. Toda al kol ma she barata, toda al ma she li natata. Hayom shel osher, tmimut veyosher, hayom atzuf she'ne'elam. Tshuot habayim vechapayim shebizchutam ani kayam. Na 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 Meséltek nekem arról, Norbi, hozzád intézem a kérdésem, hogy milyen projektekben dolgoztatok eddig együtt, mi az, ami és fogtok, és mi az, ami közös tapasztalat, mi az, ami most van jelenleg.
Hát ugye a közös szolgálat már, mint amikor el tudok menni. Vajtán nagyon szeretünk együtt muzsikálni, az egy kicsit ilyen lazább, van ez a zsidó vicc, akkor megkérdezik a rabbit, hogy rabbi, lehet dohányozni imádkozás közben? És a rabbi mondja, de felejtsétek el, nem lehet imádkozás közben dohányozni. És akkor, és rabbi, dohányozás közben lehet imádkozni? Hát imádkozni mindig lehet. Úgyhogy volt egy ilyen megközelítésből nekem inkább az, hogy akkor most dohányzunk, és közben imádjuk az Urat, vagy beszélgetünk, vagy imádkozunk. Tehát egy ilyen kötetlenebb megközelítése a közösségnek, meg az Istennel való együttlétnek, és ott nagyon felszabadultan tudunk muzsikálni. Akkor az tényleg, akik ott vannak, mindig nagyon nagy örömmel veszik, amikor válaszolgatunk egymásnak, és jól sikerülnek a dolgok. Vajta az a tábor egyébként csak, hogyha... Vajta egy gyülekezeti tábor, igen, bocsánat. Igen. Mi az a pár fontosabb jellemző, amit, hogyha valaki nem ismeri Norbit, kiemelnél belőle? Hát borzalmasan nagy szívű ember, és ezt most teljesen minden hizelgés nélkül mondom, tehát első pillanatra már beszélgettünk, egy nagyon nyitott, tényleg az nagyon szerethető. Hát igen, abszolút. De tényleg, és ugyanakkor igényes, precíz, tehát egy csomó olyan jó tulajdonsága van, és mondta ezt a jazzt, hogy én is úgy vagyok vele, mondta valaki, hogy jazzt az játszon, aki vagy nagyon dzsanázik, vagy nagyon bátor. Hát mi a bátorság oldalról közelítünk, de igyekszünk felbátorodni. De nagyon jó, ez egy zenei tapasztalat, de ez nem zenéről szól csak. Tehát amikor összekerül két ember, és ilyen szabad műfajba, mondjuk egy dicséretbe, és nincs megírva, mert azt is lehet nehezen összejátszani, meg könnyedén, de amikor nincs is megírva, és hogy ott egy olyan fajta párbeszéd, meg egy együtt mozgás, az van, akivel szinte nem megy, mert ilyen nyársat nyert óbiás. A Norbi van már egyből. Tehát olyan jó reagál meg, és ez inkább a szívnek az állapota, tehát nem akar megmutatni semmit, én sem akarok tehát megmutatni inkább semmit. Inkább alázatosabb hozzáállása. Igen, de úgy közösen, tehát nem is közös, nincs egy aláfölé rendezés, hanem egy ilyen beszélgetés. És néha Salamon mondja, hogy a sok bölcsesség ne hathatósabb, néha egy kicsiny balgatagság, ez néha elcsúsz. A kicsiny az, mindegy. De nem lesz a rossz értelembe vett vallásos hangulat, az biztos. Nagyon szépen köszönjük, hogy befáradtál ide a stúdióba, és meglepted Norbit, úgy a maximális, úgy, ahogy annó meglepted, amikor a showtartó kapcsán elkezdtél, és átugrottál az asztalon, és megölelted. Úgyhogy mi is meg szeretnénk köszönni, itt a szerkesztők bekészítettek nekem két ajándékot, elvileg szabad nektek ilyet fogyasztani, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek ebben egy-egy borban, úgyhogy foglaljatok még egyszer helyet, úgyhogy... Remélem, gere bor. Ez majd kiderül, ez egy utolsó meglepetés majd a felvétel utára, és akkor meg lehet megint lepődni, jó? Jó. Kedves nézőink, önöknek is nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak, és itt a picit a végén talán annyira nem domorodott ki, de néha vannak azért 20 év elteltével ellentétek, másfelé mennek életek, lehet, hogy úgy gondolják, hogy ezek visszaállíthatatlan ellentétek. Aztán találkoznak, és kiderül, hogy az Isten minden ilyen dolgot, ami régen ellentét volt, újra ki tud simítani, és egy síkra, szeretetre tudja hozni a feleket. Úgyhogy ezt kívánom önöknek is, hogyha ilyen van az életükben, hogy ezek a dolgok, amikről önök azt hitték, hogy már nem változhatnak jó irányba, Isten segítségével változzanak jó irányba. Viszontlátásra! נדמה לי לפעמים כי חיה עלינו שלא חזרו מתלם הדמים במקום ליפול מתים באדמתנו הפרו להגורים הלבנים
לא מגלה שום צער, דועה לקראת האופק הללי, בין שורותיה יש כאילו פער, יכול להיות שמור הוא עבורי, יבוא היום וגם ציפור אקרא מהרקיע ואהובה יד